Na most már van hang. Szevasz, Boti. Na akkor csináljuk a zaratást, jó? Aha, Léci, én meg akkor hordom eladásra a magot, hogy tudjunk bérelni egy rábát. Közben megnézem, milyen élet van a kocsmába. Ja, de várjál, azt hiszem a izéba is van mag, valamennyi. A silóba. Ú, gyerek, milyen füstfelhőt vágott ez az MTZ. Nyomjunk egy kis belső nézetet. Hány százalékon vagy kb? 10. Várjál csak. Megnézem, mennyi van a... Szerintem volt egy mentés, vagy nem tudom, mert beállítottam a mentést. Mennyi repcénk van? Most repcét aratsz, ugye, nem szóját? 16.800-es a pót. 10%-on vagy, voltál, ad szépen? Akkor elviszem ezt a két pótot, megtöltöm gyorsan, és akkor sietek vissza, jó? Most mi ez? Én is, de mi miatt? Csak egy helyen veszik, a Méri farmon. Ezen is van Méri farm. Azt veszik a legmagasabb áron. Hoppá, fogtam egy izét. Tessék? Ja, elég nehéz bejutnia, hogy adjam magot. Innen kell kivenni pedig, úgy kell bejójózni alá. És nem férek be, hallod? Vagyis hát beférnék, hogyha nem ilyen hülyén állnak rá. Na most lesz talán jobb. És jó. Ja, és akkor a kiutásnál is figyelnem kell. Na, repce. Muszáj pénzt csinálnunk, mert kell a rába bérléséhez, mert megvenni szerintem nem tudjuk, mivel 200 ezeret kérnek érte. Miért nem bírok előrébb menni? 21 ezerünk. Nem hiszem el, hallod, itt millimétereket mutat szinte.
meg nem tudom megtolni. Á, édesapám, hát ezt a gabona silót, ez valahogy ki kéne innen szórakozni, el kéne adni, ha lehetne. Nem, ez így volt beállítva. Hát hallod, nem bírom. És még egy nagyon minimális hiányzik ahhoz, hogy át tudjam húzni. Jó, akkor mindjárt oda megyek. 4000-es az a kombány, ugye? Nem tudom. Ha kibírom lángatni innen a pótot, akkor oda megyek. Hát öregem, hát hogy tudod így beszorulni? Egy szaros pót. Na most! És most meg nem tudom visszatolni a vonórudat, mert átvágol rajta a kerék. Ilyet, öcsém! Ha. Na most jó. Na most, hogyha nem egyenesen állok rá, akkor megint csak elbaszom, és nem tudom kihúzni. Szépen. Na jó, akkor marad az, hogy csak azt adjuk le, amit learadsz. Hát annyira szűk, hogy a pótnak a széle az beleakad a sarkokba. Úgy kell bejátszani alá ilyen milliméter pontossággal, és nem átvágol rajta, hanem beleakad. Itt is át tudnék menni talán. Állj már meg! Nem menekülj, úgyse úszod meg.
nem tőle. Nem tudom, azt hiszem 11-es ez a fót, hogy mekkora. Még várok egy kicsit, hogy megtöljön. Nem ad olyan szépen, mi? Semmilyen. Ez a... még a gyári vetés. Jó, ja, akkor... hát most ezt befejezzük. Annyi, hogy most ezt akkor utána leszántjuk rendesen, hogy normálisan legyen művelve, és akkor kút is a vető. Annyi, hogy ugyanazt vetünk vissza minden földbe, amit learatunk. Jó, mondjuk a napraforgó meg a kukorica az egyelőre marad, mert még nincs hozzávaló vetőgépem. Na, egy másodperc és jövök, valaki néz be a kapun, lehet, hogy a postás. Egy pillanat. Na vagyok. Nálatok milyen idő van, Bati? Nálunk most esik. Majd itt... póstás. Itt majd üríts egyet, légy szíves, és akkor... el tudom vinni, mert ja, arra mész, akkor jó van, akkor megvárom, amíg visszaérsz.
hogy brekegnek itt a békák a háttérbe. Közben nézek egy térképet, hogy erre is el tudok én menni. Aha, csak ott veszik át, ott van átvétel. Mit? Hát ezt nem tudom. Már mondjuk ezen a térképen nem is annyira jelöli az utat. Itt meg aztán végképpen. De itt úgy mutatja, mint hogyha lenne egy fő. Ja, az lehet, hogy a birka telepre visz hátra. Nem tudom, majd megnézem. De nem is fedem le, aminek. Nem látom, hogy lenne szél, úgyhogy nem hiszem, hogy kifújja a magot menet közben. A kis bézi motoros vonat. Remélem nem jár. Én merészen most átjöttem előtte. Aha, itt rögtön, ahogy megyek ki az úton. És itt járnak az autók is. Megrázza a kis MTZ-t. Minek? Nem vagyok én ennyire rutintalan. Úgy neki menjek bárkinek, vagy bárminek. Ezek nem IC-sek, ezek a trakik, nem. Remélem jó helyre hozom. Én nem szoktam, én kikapcsolom azt a kis térképet. Van egy nagy bukkanó, van nem? Igen. Úgy az autók, meg minden. Ennyit kapunk. Oké. Kíváncsi vagyok. Ez egyszer 19.200. Ez hátrafelé burít. Meg 15.000. 34.000. Meg egy kicsi. Jó van. Bérlésre már van pénzünk. Kölcsönből még... Tessék? Igen.
Tehát ekét azt vettem, arra még maradt pénzem, meg a vetőgépet, meg egy lábát azt megvettem, a másik lábát azt bérelni kell, mert arra nincs pénzem, mert az 200 ezer egy lába is, így meg van 56 ezerünk. Hát. Meg lehet ebből is oldani. Közben nézem ezt a másik utat, hogy itt ki tudtam volna eljönni, de nem tudom, hogy szerintem az nem idehozott. Ez a másik út, amit vestem. De. Aha, mindenféle itt. A kombányt azt hova vitted? Bevitted a nyára? Vagy a keletre? Oké. Oké. Na, hagyjál, mi volt ez? Dupla kerekes kész? Jó, akkor alapértelmezett. Nem tudom, az ekihez lehet, hogy nem ártana. Nem. Legyen dupla kerék? Néha csinál egy ilyen ugrást. Nem tudom miért. Az nagyon megy, 50 valamennyi a vége. 55-tel tud menni, vagy mennyivel? Oda kell figyelni rá, mert könnyen szétszor az a hínes. Nem állítottad le a vizét. Jobbra. Nem, ja, nem tudom, hogy hol vagy, de elképzelhető. Ja, nem azt akartam nyomni. Aha. Állíts egy tempomatot. Ott is be tudsz menni majd balra. Mármint úgy gondolom, hogyha tovább mész. Igen. Ott balra, és akkor átköveted az utat, vagy pedig még egy kicsit tovább mész, és akkor ott már ott az a föld.
itt is hagyom ezt a trakit. Simán csak lehetne kult is, meg kult is a vetőgép, simán csak lehetne vetni is, de inkább legyen megszántva az úgy, hát a többet hoz. Beviszem a izét is, a kombányt. Addig, amíg ott elkezdesz aratni, vagy mit csinálni, szántani. Gyorsan húzza? Pedig azt írta, hogy 640 lóerő az igénye. Ugye ez el van írva. Neki lódult állam. Középen csukós a rába, aztán meg kell szokni, az is vele a baj, a másik. Rendesen. De tegnap, amivel megvetettem, az meg olyan szutyak volt az arába, hogy az csak héttel vitte az izét, a vetőgépet. Pedig ennek a vetőgépnek elméletileg 270 ló az igénye. Megvárom, hogy húzzál még egy csíkot, hogy addig melegszik a motor. Állíts egy tempomatot, Boti. Jó van. Milyen dudája van? Ó, mint a hajókép. Ja, de nincs a... izé... lehetőséget... terület kialakításra. Bika kábel, vagy mi a jó? Ja nem, szatyorfül. Belül egy csavaros doboz. Hát igazi rába. Kalapács. Villáskulcsok. WC papír. Nem baj. A lényeg az, hogy a java meg legyen szántva. Neked is van WC papírod? Gondolom van. Kicsit melegszik a rába, melegedjen, nem szabad hidegen neki lendíteni, mert öreg már.
Amíg a végén itt szívom mozgat. Rába 55 kilométerre van állítva a vége. Hát ez soha az életben nem volt olyan rába, ami 55-tel ment, ha csak nem volt chip tuningolva. De viszont jó néz ki. Főleg ezzel a lánccal itt a farán. Jaj, hogy középen csuklik. Na de jó haladsz. Ja. Nem baj, nem látja senki, hogy én is úgy fogom vetni, ahogy éppen sikerül. Jó, várja, arra húzódok, tehát akkor innen indulok. Játszani kell a gázzal. Tegnap azzal a másik rábával egy kicsit becsúsztam az árokba, és ha már föl van emelve a vetőgép, akkor is héttel húzza, tehát nem húzza, vagyis nem tolja, se nem húzza gyorsabban. Aztán nem bírtam kitolni, úgyhogy rá volt akasztva. Leakasztottam, akkor tudta tolni hátrafelé. Csak annyi, hogy bekapcsolva hagyom, akkor nem bírja hétnél többel vonszolni. Elcsípem a szélét, jó. Kicsit kacskaringózok én is ezzel a rábával. Jó, van, most már nincs sok vissza. Egy napra egy földet tervezek. Betakarítani is, meg újra vetni. Így kaptam, így adom vissza. Hú, de csúnyán fordultam.
Lehúzom a szélét, akkor már tudnék oda visszamenni. Kicsit elnyújtom itt a dolgokat. A boti szétszaladt, a mélynek. A 19-et mutat, hogy annyival húzza, hogyha rálépek a gázra és nem játszok vele. Óvatosan át tudsz. Kicsit ki kell emelnem. De persze. Ott van gödör rendesen. Meg a telepen is. Közben a cigim meg ráig az ujjamra. Van. Addig Boti, hogyha te most végeztél, akkor megpróbálhatnád a izét. Te is elvihetnél egy-két ótot, vagy amennyi van recce a silóba. Hát ha neked jobban megy a beállásod a gabona siló alá. De elég szivatós. Ja igen, hát a fék sem a legjobb rajta. Hogy álltam be? Bágos a garázs. Visszaengedem, nehogy belelógjon a kerék a töltőgépbe. Régi rábások azt mondták, balra kell kanyarodni. Mit csinál? Lehet, hogy sok neki a két pót emeli az orrát, nem? Bár mondjuk én az előbb nem vettem észre annyira. Inkább ráhagytak duplán.
Tudja, milyen rossz beállni az alá a gonosilló alá? Lehet, hogy le fogom szántani itt, hogy szép egyenes legyen, mert ez így csúnya. Görbe. Azt hiszem elfogtam. Belső nézetből ezzel a rábával nem is tudom, hogy hogy lehet menni rendesen, mert nem tudod lehúzni a fejedet, és annyira alacsonyan van a kilátási lehetőségnek a felső pereme, tehát az ablaknak a felső pereme, hogy ihaj. Repcét. Nem tudom, azt hiszem 11 000-es. A 8 000-es? Ja, akkor erre jössz mi? Akkor elmegyek ide, itt a földesre legalább bukkanok egyet. Kipróbálom itt a földesen. Hú, apukám! 54! 54-jel. 55-tel. Soha az életben nem volt ilyen rába. Gyári. Hiába 300 lovas. Méri farmra. Miért van ez a kis lag? Nem is olyan kicsi. Tengelyig süllyed a lábának a kereke. Van egy pont, hogyha ráemelsz, abba a pontba elkezd lagolni rendesen az izé, úgy ugrál a gép felé a kép. Hát igen, mondjuk billentyűzettel elég nehéz irányítani ezt a rábát. Meg is töltöm. Azt hiszem van itt még valamilyen mag. Nem baj. Összedi. Ott is van még vetőmag. Mondjuk egy picit én is meg fogom túrni, mert nem tudok elfordulni, fölvenni nem fogja, és elfordulni majd nem tudok mellette rendesen. Ja, mert tele vagyok, jó. Hát tudok menni a benzines pannán. Ajaj, vígan. Vagy fölötte.
Nagyon jó. Három ezer, 119, 22.200-at. Hat aero hiány elméletileg. Közben ránézek itt a földekre, hogy ez itt napraforgó. Szerintem akkor holnap ezt a hátsót kéne learatni, vagy pedig még délután. Ez búza. Ez meg itt szerintem árpa. Aha, árpa. És van itt két nagy föld, amit meg is nézek szerintem, mert azok nincsenek bevetve talán. Szerintem azok nincsenek bevetve itt hátul. Ja, meg várja, van itt még egy szúly. Aha, van itt még egy nagy szúlya föld. Ott, ahol te vagy. Te mit csinálsz ott? Itt a tején is tálult, és majd lehet, hogy be kéne idővel indítani. Átmenős az épület? Nem. Hú, de jó. 17-ben van még olyan pálya, ami nem átmenős az épület rajta. Ez sem. Érdekes. Ó, de látványos ez a izé. Ez olyan valósághű ez a lelakott tehénistáló. A 80-as évekhez. Ő van ám itt sártenger? Itt el lehet süllyedni biztos. Aha. Ez se átmenős, ez se. Ez se átmenős, pedig ez csak látvány ellen szerintem, talán nem. Hát, mondjuk van némi kis hibája. Na de ez biztos, hogy átmenős. Ez átmenős, hát hogy ne. Itt a szalmarakás, szalmakupac. Várj, ezt a földet nézem, hogy ez itt ilyen vegyi gyüminek tűnik, de aztán lehet, hogy nem, ez is repce lenne. Az, ez is repce. Jó, mindegy. Össze kéne guberálnom egy kis pénzt, majd egy hamsterre. Istáló, az hol van? Ez lehet az, ez az. Jó, akkor majd ide elhozjuk a izét, akkor a izé lesz aratva. Tényleg meg is nézem, mennyi lenne egy hamsternek a bérlése. Ja, de várjál, hát az MTZ-vel mit tudok elhúzni ezt? 2400. 60 lóerő, a másikhoz meg mennyi kell? Ez meg 120 lóerő. Hát a az MTZ ezzel kapaszkodna rendesen. Na mindegy, hát ez is valamit ér. Vagy bebálázni, egy bálázót bérelni. Akkor már kocka bálázó. Bérlése 8000. 100, akkor a szedő az. Jaj, de hülye vagy, Laci. A 8100-at mondtam, ugye? 8100, 13700 lenne a kettőnek a bérlése. Hát a szalma az pótolná a bérlést, és akkor utána nem lenne.
van 61 ezrünk, és mivel árpa az ott, akkor 14 ezer, jó, akkor az lesz volna. Vagy nem, inkább a búzát fogjuk learatni. Na, minden esetre köszönöm szépen, Boti, a segítségedet. Akkor majd, ugye jössz majd még segíteni? Oké, akkor majd folytatjuk. Na, cső!